Szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm minden kedves vendégünket, elnök urakat, alelnök urakat, polgármester kollégákat, a rendvédelem és honvédelem képviselőit, minden kedves lovas lovasrendőrt, fogadhajtókat, és minden kedves vendéget, aki megtisztelte ezt a rendezvényt jelenlétével. Nagy öröm és nagy megtiszteltetés hajduhatás számára, hogy otthont adhatunk egy országos rendezvénynek, és ráadásul egy olyan fontos rendezvénynek, amelynek a főszereplői a lovak és a rendvédelem. Ezek nagyon fontos dolgok az életünkben, hiszen ahhoz, hogy gyarapodni tudjunk, ahhoz, hogy építeni tudjuk az országunkat, a nemzetünket és szűkebb hazánkat, a szülővárosunkat, ahhoz egy kiszámítható életre, biztonságra és mindenek előtt közbiztonságra van szükség. És ennek a megteremtéséhez, Köszönetet kell mondjunk a rendőrségnek, a polgárőrszervezetnek, és igazán önkormányzatként mindent megtettünk mi is annak érdekében, hogy elérjük azt a kiváló eredményt itt házon közösen, hogy az elmúlt két évben a bűncselekmények száma 60%-kal csökkent. És az elsősorban a rendőrség munkájának köszönhető, ez nem kérdés, és annak a példaértékű együttműködésnek, amely kibontakozott itt helyi szinten is, és országosan is az említett szervezetek között. Hajduhatházon és az országban is volt időszak, amikor egy kicsit visszavonulót fújtunk az élet különböző területein. Életünk értékes elemeit, életünk fontos területeit egy picit, mintha feladtuk volna. Volt, amit elvettek, volt, amiről önként mondtunk le, szinte, de az utóbbi időben valami megváltozott, elindultak pozitív változások, pozitív folyamatok. Egyik ismerősöm azt mondta, hogy mint egyfajta új honfoglalás. Kezdtünk itt, Hajduhatházon is az élet különböző dolgainak fejlesztésébe. Újra művelésbe vontuk az elhagyott kertségi területeket. Újra gyümölcsöt, szőlőt telepítünk, újra állatot tartunk, és a város különböző területein építészetileg vannak folyamatban nagyon fontos megújulások. De ehhez az kell, hogy kiszámítható, biztonságos életünk legyen, és ezért, amikor 2011-ben hozzákezdtünk a város fejlesztéséhez, első, Fontos terület, amelyet érintettünk, az a közbiztonság. 2011-ben házon is létrejött a Lovas Polgárőrség, és az önkormányzatnál a mezőőrség és a közterület felügyelet átszervezésével egy nagyon komoly és nagyon fontos, nagyon eredményes munka indult el. A Lovas Polgárőrség azóta is működik. A szemléken részt vettünk, és ez egy óriási öröm számunkra, hogy most itt, Hajduhatházon, szülővárosomban, otthonunkban kerül megrendezésre ez az országos rendezvény. Bízunk benne, hogy egy picit a város és a megye teljesítményének elismerése is ez. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki részt vett közbiztonság javítása, megteremtése területen végzett közös munkában és abban is, hogy ez a rendezvény sikeres legyen. Köszönöm szépen, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon kellemes időtöltést, tartalmas kikapcsolódást kívánok.